Az elmúlt szezonban a bajnoki elődöntőig jutott a Nyíregyháza Tigers, amely az idén legalább egyre szeretne előrelépni, azaz a döntőbe jutást tűzte ki célként maga elé a Szépe József által irányított együttes. Ehhez garanciát jelentett az, hogy a legutóbbi 28-al szemben 50 játékos alkotja a keretet, amelyben megduplázódott, azaz négyre nőtt az amerikai játékosok száma. Talán az elmúlt 5 év legerősebb keretével sikerül nekivágnunk. Nagyon bízom abban, hogy ez az eredményekben is meg fog mutatkozni. Idén 4 importjátékos áll rendelkezésünkre, és én azt gondolom, hogy a tavalyi elődöntős szereplést a minimális elvárás, hogy döntősre cseréljük. Az irányító Sam Clark először szerepel Európában, míg a futójátékos Darrell Tate a legutóbbi döntős Budapest Wolves csapatától érkezett a Tigrisekhez. Már tavaly Nyíregyházára szerettem volna igazolni, de akkor ez nem jött össze, viszont jó kapcsolat maradt a csapattal és az itt játszó amerikai játékosokkal. A Holtz szezonban úgy döntöttem, hogy ismét Magyarországra igazolok, és mivel tetszett a Tigers felépítése, szerkezete, a csapat által felvázolt jövőkép, valamint vonzott a kihívás, elköteleztem magam a nyíregyháziak mellett. A két visszatérő légiós, Jamar Diaz és Caesar Harris a mezőny ismeretében bízik abban, hogy a szezon végén aranyérem kerül a nyakukba. Véleményem szerint dominálni fogunk a ligában. Miénk a legjobb védelem, a legjobb támadósor, nálunk játszanak a legjobb elkapók. Nagyon erős a keretünk, így bízom benne, hogy megszerezzük a bajnoki címet. Az alapszakasz 5 meccséből 2 idegenben, 3 hazai környezetben lép majd pályára a Tigers. A nyitófordulóban április 3-án a Miskolc Steelershez utaznak a nyíregyháziak, akiket április 24-én a Budapest Wolves ellen látott először az NVHC pályaközönsége.